Mexikóba. Mexikó, 1100 évvel ezelőtt. Vallásos szertartást árul szemünk elé. Maja őrök a foglyukat egy feneketlen víznyelőbe lökik. Sose látják többé. Mostanáig. Küldetésünk célja, hogy kövessük, amint a sötét víz mélyére merül, és kiderítsük, mit tudhatunk meg e rituális emberáldozat kapcsán a ránk váró világ végéről, amely maja profécia szerint 2012. december 21-én sújt le. Vajon mind elpusztulunk? A földi élet megszűnik 2012. december 21-én? Tényleg erről szól a maják jóslata? Itt mindenki a National Geographic expedíciójának tagja, és arra kíváncsiak, hogy ezek az emberáldozatok felfednek-e valamit a ránk leső világ végéről. Szakértőink olyan döbbenetes felfedezést tesznek, amely örökre átír mindent, amit a maja világvége jóslatról tudunk. Diego Buñuel vagyok. Több mint 10 háborúról tudósítottam, jártam radioaktív pusztaságokban, és magasra másztam a Himalájában. Ám ez az út különleges jelentőséggel bír. Két gyerekem van, és őszinte választ várok a kérdésre. Megérjük-e a karácsonyt? Maja alvilág. Az igazi világ vége. Chichen Itza, Mexikó. Kalandom ennél a mexikói dzsungelben szokványos kútnál veszi kezdetét. Ha esek, nyíl egyenesen zuhanok. Ám a kút titokban a cenoti holtun szikla falai közt folytatódik. Ez egy cenoti, igaz? Igen. De mi az a cenoti? Víz alatti barlang? Igen, úgy hisszük, egyedi formáját a maják vájták ki. Ez a nyílás több ezer éves lehet? Lehet, hogy több ezer éves. Kelet-Yucatánban járunk, kevesebb, mint 112 kilométerre Meridától. Ahol a föld alatt folyók futnak, és óriási víztartó rétegeket hoznak létre. A maják a vizet ezekből a cenotékból vitték, amelyek a mészkő réteg beomlásával keletkeztek, és több mint 100 méteres mélységű barlangi tavakat tártak fel. Szent hely ez, az alvilág bejárata. Ám a maják áldozati ajándékokat, ékszereket és gyönyörű kerámiákat is dobtak a cenotékba. A retteget eső istennek, Csáknak ajánlották őket. Aszály idején ennél tovább mentek. És áldozatgyanánt embereket dobtak a tavakba. Kétségbe esett igyekezetükben így próbálták kiengesztelni Csákot. Remélem, hogy elégedettek az istenek, mert nem akarom hiába való áldozatként végezni. Ez egy igazi víz alatti utazás. Irány az alvilág. Hoho! 21 métert kell ereszkedni a víz felszínig. Óvatosan! Ezek a gyökerek egészen a kút mélyére nyúlnak. Mintha egy Indiana Jones filmben lennék. Denevérek mindenütt. Mint Batman barlangjában. Guillermo de Anda tökéletes alvilági vezető. Azon titkok között is eligazít, amelyek a maja világ végéről regélhetnek. A maják hite szerint a világegyetem tengelyét egy mágikus fa alkotta. Gyakorlatilag annak gyökerei nyúlnak le a cenoték mélyére. Pontosan. Most éppen a világegyetem gyökereinél járunk. Itt húzódik a fizikai és a természet feletti világ határa, és mint ilyen, rengeteg jelentéssel bír. Bámulatos. Mintha ez a csodás barlang a semmi közepén lenne. Ám régen egy nyüzsgő város Chichen Itza része volt.
1200 éve ez a város létfontosságú központ volt az egymással rivalizáló, kereskedő és háborúzó maja városállamok Mexikó déli részére és Közép-Amerika északi felére kiterjedő hálózatában. Mint a maja társadalom többi része, Chichen Itza is olyan monumentális építészettel, írásművészettel és kifinomult kultúrával büszkélkedhetett, amely az akkori világ bármely civilizációjával felvehette a versenyt. Még az amerikai focihoz hasonló sportot is űztek. Noha igen bizarr szabályok szerint játszották. Íme Chichen Itza fő labdajáték pályája. Hatalmas! Megmutatom, hogyan játszották. A lábakat és kezeket tilos volt használni. De akkor mit lehetett? Hát a csípőt. És ha mindez nem lett volna elég bonyolult, a labdát a fal tetején lévő karikán átütve érhettek el mindenféle különleges pontot. Képzeljék el a falak tetején szurkoló több ezer, az alant játszókat figyelő maját. A labdázók pedig úgy küzdöttek, mintha az eredményen az életük múlt volna. És tényleg az életük múlt rajta. Ez itt a koponyák fala. Igen, baljóslatú név. Ám nem minden ok nélkül, ugyanis minden itt látható koponya a fontos mérkőzéseken legyőzött játékosok levágott fejét jelképezi. Nos, fél időben az edzőknek nem nagyon kellett buzdítani játékosait. Mindenki tudta, miért fontos a győzelem. Chichen Itzában döbbenetes erőszak tombolt. Sport és vallás terén egyaránt. Az emberáldozatokkal a maják nem csupán isteneik, hanem az egyszeri emberek kegyeit is keresték. A szertartásokat egy magas emelvényen folytatták le, hogy mindenki jól láthassa a történteket. A történészek szerint ez is egy olyan hely lehetett, ahol emberáldozatokat mutattak be. Az áldozatot a hátára fektették így. Én kényelmesen elférek. A pap felhasította a bordák alatti részt, a nyíláson benyúlva pedig kitépte az áldozat szívét. Ha minden előírásszerűen folyt, a szív még dobogott. Az emberi vért az istenek eledelének tartották. Ám a szenoték mélyén élő esőisten Csák más szertartást diktált. Akaratának engedelmeskedve az áldozatokat el kellett vinni hozzá, olykor élve. A legfontosabb cenote, a Sagrada Cenote, vagyis Szent Cenote, Chichen Itza közepén volt. Ám oda senki sem mehet. Itt ért véget az áldozatra szántak útja. Nézzék csak meg! Ez volt a maják legszentebb helye. Az itt lelökött emberek több száz, több ezer korábbi áldozat sorsában osztoztak. A cenote nem más, mint tömegsír. Néha nemes embert is áldoztak. Vagy egy rivális város királyát. Egyesek szerint az áldozatokkal halucinogén vagy erjesztett italt itattak. És minden méltóságuktól megfosztva, végigvezették őket a falvakon. Nem volt kegyelem. Mit árulnak el ezek a cenoték a maja kultúráról? Azt, hogy rossz idők járhattak a majákra. Ami azt illeti, rettenetes idők voltak. Az időszámításunk szerinti 9. és 10. század környékén a maja társadalom felbomlott. Az egész civilizáció elhagyta káprázatos piramisait, gondosan kialakított köztereit és kényelmes palotáit. Ez volt az első maja ítéletnap. De miképp kötődik ez a káosz a 2012. decemberében eljövendő maja világ végéhez? Meglepő módon a válasz a víz alatt rejtőzhet. A cenote holtul mélyére merülünk, ahol műalkotások és emberi maradványok hevernek örökös sötétségben.
Csatolja fel, ahol a kötél van. És egy olyan forradalmian új szerkezetet használunk, amelyet a National Geographic fejlesztett ki. Úgy világítja be a mélységet, mint még soha semmi azelőtt. Ez a SunSphere, a napkorong. Bob Ballard expedíciójában már bizonyított, az óceán fenék felderítésében segítkezett. Több mint 5 kilométeres mélységben. Megnézi? Hogyne! Hű! Olyan, mint egy modern diszkólámpa. Ám ez a diszkólámpa úgy világítja be majd a cenotét, mint még soha semmi. De Anda és csapata nagyon veszélyes merülésre készül. Vannak öreg és vannak vakmerő barlangi búvárok, de öreg és vakmerő búvárok nincsenek, mert oda vesznek. A közeledő trópusi viharok sajnos további kockázatot jelentenek. Napsütés és zuhogó eső váltják egymást. Láthatják, hogy ismét esni kezdett, és noha nem vagyok babonás, a bal szerencse ellen mégis tenni kell. Ezért ma sámánt hívtunk, hogy elűzze az eső képében jelentkező bal sorsot. Nézzék, kisütött a nap. Bármit is csinált a sámánunk, bevált. Biztonságuk érdekében most egyenként áld meg minden egyes merülni készülő búvárt. Viszlát, Becky. Viszlát, Odát. Oké. Most pedig az 50 ezer dollárt érő szerkezet mártózik meg. Bámulatos, mintha egy UFO terestenénk a barlangba. Sok szerencsét, vigyázzatok! Köszönjük! Ha látjátok, Chuckot oda lenn, adjátok át üdvözletemet! Juhé! Deanda és csapata megpróbálják elérni a tó több mint 35 méter mélyen fekvő fenekét. Ám egy magamfajta amatőrnek túl veszélyes az ilyen merülés. 24 méter megtétele után felszabadul a vérben lévő nitrogén, amitől a búvárok úgy érzik magukat, mintha részegek lennének. Nem tudnak úszni tovább, sőt, saját légzőberendezésüket se tudják használni. A jelenséget nitrogén narkózisnak hívják. Létfontosságú, hogy a búvárok figyeljék egymást, és elkerüljék ezt a halálos jelenséget. Nézzük, van-e kép. Oké, és most a hangot. Hello, üdv mindenkinek! Guillermo, hallasz? Guillermo, hallasz? Vétel? Guillermo, jól vagy? Figyeljetek! Guillermo, vétel! Guillermo de Anda régész eltűnt egy 45 méter mélyen fekvő víz alatti barlangban. Guillermo, hallasz? Vétel? Oké, Diego, már hallak. Te hallasz? Tisztán és világosan. Csodás. Becky, látom az uszonyaidat. Bólintanál a kamera felé? Igen. Oké, remek. Milyen oda lenne? Elég rossz. A láthatóság? Borzalmas. A SunSphere-t se látni. És ahogy mindig, a baj most sem jár egyedül, ismét esni kezdett. Már látom a napkorongot. Az üledék miatt alig láttam. Bámulatos, íme a szerkezet. Egy óriási víz alatti fénygömb. Kitartóan zuhog az eső. Sár keveredik a dzsungel szerves anyagával. Órákba, ha nem napokba vagy hetekbe telik, mire ez a keverék leülepszik a tó fenekén.
Nagyon rosszul látunk. Semmit se látni. Szerinted veszélyes ilyen rossz látási viszonyok mellett ennyi emberrel merülni? Igen, határozottan. Oké, akkor feljöttök? Igen, felmegyünk. Rendben, a küldetés megszakítva. Gyerünk, fiúk, gyerünk, gyerünk! Óvatosan! Mikor kezdett esni? 30-40 perce. Feljössz, és mindenütt csoki örvénylik a vízben. Az egész hely merő sárzuhatag. Csak úgy ömlik. Igen. Igen. Mintha a maja esőisten a dühös csák visszavágna. Míg a víz ki nem tisztul, nem próbálkozhatunk. Várnunk kell. Ám minden rosszban lehet valami jó. Egy, kettő, három. Így elmehetek Csicsén Itzába, hogy többet tudjak meg a maja jóslatról, mely szerint a világ vége 2012. december 21-én következik be. A jóslat a naptárukon alapszik. 91 lépcsőfok! John, köszönöm, hogy eljött. Szívesen. Minek ennyi lépcső? Miért 91? Miért nem 40? Olyan fura szám. Ha azt nézzük, hogy mind a négy oldalon 91 lépcső van, az összesen 364. A tetején lévő nagy építményt hozzáadva 365. Mit is jelképez ez a szám? Minden napra egy. A maják tudhatták, mit csinálnak. Az épület a naptári évet jelképezi. A maja naptár az égbolt tanulmányozásán és fejlett matematikai számításokon alapult. Írnokok kiváltságos csoportja vezette, akik gyakran királyi családokból kerültek ki. A kiszámú írástudó maják közé tartoztak. Mi a helyzete a maja naptárral? Az idő megszállottjai lettek volna. Nem hinném, hogy jobban izgatta volna őket, mint minket. Mindkettőnknek van óránk, sőt, még a mobilunkban is van. Az érdekelte őket, milyen szerepet játszik az idő a döntéseik meghozatalában, a mezőgazdasági tervezésben. Nagyon olyan volt, mintha csak fellapoznánk az újság horoszkóp rovatát. Jó vagy rossz, szerencsés vagy bal szerencsés napunk lesz-e. A maják különféle ciklusokra osztották az időt. Ezek lehettek 20 naposak, vagy 64 millió év hosszúságúak. Az egyik fő ciklusuk, a Baktun, 144 ezer napig tart. A maják úgy tartották, hogy az első emberek 5126 éve jöttek az alvilágból. Ezzel kezdődik az emberi időszámítás. A teremtés óta eltelt 13 baktun most a végéhez közeledik. Mégpedig 2012. december 21-én. A 13-as számnak nagyon nagy jelentősége van a maják kultúrájában, ezért sokak meggyőződése szerint december 21-én bekövetkezik a világ vége. Ez a pontos dátum egy hatalmas kőbevéseten olvasható, a maják ősi városában, a mexikói öbölhöz közeli Tortuguero-ban. Ha a maják olyan fontosnak tartották ezt a dátumot, azt hihetnénk, nem csak egy helyen említik, legalábbis mostanáig így állt a helyzet, mivel egy második utalást is találtunk. A guatemalai La Corona városa mellett a forró párás dzsungelben a régészek figyelemre méltó felfedezést tettek. Új hieroglifekre leltek. A világon csak páran tudják értelmezni őket. Egyikük, David Stewart kutató, 19 évesen segített megfejteni a maják írását. Döbbenetes felfedezést tett. Az írás a 13. baktun 2012-es végéről szól. Ez biztos. Alaposabb vizsgálat a már jól ismert dátumra is fény derít. 2012. december 21-ére. Akkor hát eljön a végítélet, és mind meghalunk. És mit hittek erről a maják? Hogy megtudjuk, egy titkos helyre utazunk.
A maják 2012. december 21-i világvége jóslatát kutatjuk. De honnan ered ez a szörnyű jóslat? A választ nagy valószínűséggel a maja írnokok feljegyzéseiben kell keresnünk. Megtekintem egyik írásuk másolatát, amely olyan értékes, hogy a magánkönyvtár helyét, ahol őrzik, titokban kell tartani. Ezt a roppant izgalmas pillanatot John Hoopes-szal osztom meg. Az igazán érdekes viszont az, hogy a maják könyveiből csupán 4 maradt fenn, és én épp az egyik könyv pontos másolatát nézem. Sok száz könyvük volt, de elpusztultak. A maják nagybecsben tartották őket. Azokban írták le civilizációjuk történetét. Ám a legtöbb könyvük szörnyű sorsra jutott. A 16. században spanyol hódítók elégették őket. Csupán 4 kötet kerülte el a pusztulást. A legjobb állagú könyvet Drezdai Kódexnek hívják. Egy klimatizált tárlóban tartják Németországban, és szinte lehetetlen hozzáférni. Ám mi találtunk egy ritka, majdnem tökéletes másolatot, amelyet egy olasz művész kézzel festett a 19. század elején. És döbbenetes kinyilatkoztatásra leltünk. A legutolsó lapon. Úgy 100 éve egy német tudós ezt világméretű katasztrófa vagy árvízgyanánt értelmezte. Ám a tudós Ernst Wilhelm Förstemann sose gondolta, hogy ekkora vihart kavar. Pontosan mit látni? Rengeteg vizet. A kék petyezett rész az, és egy mennybéli hatalmas krokodil pofájából zuhog alá. Förstemann azt látta, hogy két bajós kinézetű Isten tekintetétől kísérve hatalmas vízáradat önti el a földet. És keresztbe rakott csontok is láthatóak, a halál szimbólumai. A kép katasztrófát jósolt, a végítélet eljövetelét. Ez az értelmezés szülte a ma oly divatos világvége őrületet. Ez itt a probléma, mivel egyesek szerint az ábrázolás a világ végét okozó katasztrófáról vagy özönvízről szól, míg mások szerint nem. A víz fentről lefelé folyik, ami szerintem nagy égi háborút jelent. De nem a világ végét. Ennyi erővel a világ kezdeteként is értelmezhetnénk, mert ezt a két istenséget a teremtéssel és a kezdetekkel társítják. Szóval értelmezés kérdése az egész. A Drezdai Kódex ábrája ünnepelheti az életet adó esőt, de rettentő áradásról is tehet kinyilatkoztatást, amely 2012. december 21-én elpusztítja a világot. Nos, vannak, akik igencsak az utóbbira fogadnak. Tűz! Az én alamom. Az utolsó védelmi vonal. A nagyvárosok halálzónákká válnak. A maja jóslat miatt Marshall Masters a világ végére készül. Ha a vadászpuska nem elég, fogom a 12 lövetőt. Jól lehet, Masters a maják ősi földjétől 5000 kilométerre Észak-Kaliforniában él, hisz a jóslatban. 2012. december 21-e nagyon jelentős számomra. Masters zűrzavarosnak látja a jövőt. Tervének első részében gondosan kiválasztja a lőfegyvereit. Ma kétféle ember él a világon, akik felkészülnek, és akik nem. Meg kell védenem a családomat. Ez az! Kétféle túlélési stratégia létezik. Az egyik arra, ha egy bizonyos helyen tartózkodunk, a másik arra, ha épp úton vagyunk. Én mindkettőre készülök. Táborának közepén halmozta fel élelmiszer és lőszer készletét. Miután a világ feleszmél a megrázkódtatásból, a tárcánkban lévő dollár WC papírral vagy gyújtóssal lesz egyenértékű, mi lesz a világ új fizetőeszköze? Barack konzerv. Bármire elcserélhető. Masters szerint a globális felmelegedés, a pénzügyi krízis, a napviharok, a nyersanyagok kimerülése és a túlnépesedés mind a maják kataklizmatikus jövőről szóló látomásához kapcsolódik. Mindenek előtt küldetést teljesítek. Egy nagyobb dolog része vagyok. Az emberiség válaszúthoz érkezett. És történjék bármi, lesznek túlélők. Masters világméretű összeomlásra készül, amely rávilágít arra, mi történt a majákkal több mint 1000 évvel ezelőtt. És mi igyekszünk többet megtudni a modern apokalipszisről,
Ezért merülünk a mély és veszélyes Cenote holtun mélyére. De nincs könnyű dolgunk. A Chuck National Geographic meccs jelenállása 1-0. A maja esőisten Chuck alaposan eláztatott minket. A víz alatt pedig semmit se látni. Az elmúlt hónapban Guillermo de Anda megnézte, lehet-e újra merülni. Milyen oda lenn? Még mindig nagyon komisz. A látási viszonyok rettenetesek. A víz még mindig olyan, mint a csokis tej. Nem tudni, fel vagy lefelé megyünk. És ez nem jó. Ám kevesebb, mint 112 kilométerre akad egy másik helyszín. Még nem mondtuk ki a végső szót, de itt a San Antonio Cenotéban is merülhetünk, amely nagyon gazdag régészeti lelőhely. Reméljük, minden jól megy majd, és imádkozzunk, hogy Chuck ne húzzon elő újabb trükköt a tarsolyából. Mehet! Mindentől távol járok itt, a dzsungel kellős közepén. Ám ez a hely ősi maja település volt. A másik cenote, a San Antonio cenote kevesebb, mint 112 kilométerre található a Cenote Holtuntól, és jelentős ősi maja városok veszik körül. Mikor a spanyolok erre a vidékre értek, mindent elpusztítottak, ám az épületek köveiből rengeteget felhasználtak ennek a falnak a megépítéséhez, amelyet egy a maják számára Szent Cenote köré húztak, ám a hódítók azt hitték, hogy ez csak egy egyszerű kút. Azt tartják, hogy a San Antonio Cenoténál sok emberáldozatot hajtottak végre. Ám mit árulhatnak még el az emberáldozatok a maják összeomlásáról? És hogy befolyásolhatták 2012. decemberének apokaliptikus jóslatát? Csak egy módon tudhatjuk meg. Erre vártunk, egy második lehetőségre, hogy megnézhessük, mit rejt egy áldozati kút mélye. Becky és Guillermo de Anda visszatért. Ám ezúttal új emberrel bővült a merülők csapata. Velem. És bebújni még könnyű. Ez a rész a kedvencem. Juhéj! Nézzék azt a fénysugarat. Tisztára, mint egy mennyekből lőtt lézersugár. Ám egy lézersugár még nem elég. Ez még csak tájékozódó merülés. Több mint 7 méteres mélységben felmérjük a látási viszonyokat. Üdv, barátom! Hihetetlen! És de Anda szerint sok mindent látni. A látási viszonyok fantasztikusak! A százfír fénye egyszerűen káprázatos! Olyan, mintha nem is a Földön lennénk. Már is sok csontot látni. Ez egy gerincoszlop. Ezer, 2000 éve, de akár annál régebben is itt heverhet. Ki tudja? Ám ebben a temetőben nem választ el 2 méteres földréteg a holtaktól. Itt vannak mellettem. A dolgunkat nagyban nehezíti, hogy vigyáznunk kell az uszonyainkkal. Egyetlen rugással történelmet hamisíthatunk. Igen, nagyon vigyázz, Diego. De Anda szerint a San Antonio Cenote egy temető. Tiszteljük a holtakat. Nem nyúlunk semmihez. Hű, azt nézd, 2 koponya. Igen. Ez egy temetkezési kamra. Na hát. Borda. Láb. És karcsontokat látni. Ó. Egy combcsont. Igen, vajon ugyanazi az emberi?
Határozottan. Itt egy csigolya, szóval ez egy teljes csontváz. Mellbevág a valóság. Embereket látok. Sok-sok embert. Ha meg akarjuk érteni a világ vége jóslatot, nem mehetünk el szó nélkül az emberáldozatok kérdése mellett. Az ugyanis a magyarázat része. Tudnunk kell, miért áldoztak embereket, és miért volt ez olyan fontos. Menned kell. Fel? Igen. Az alvilágból felmegyünk vissza, az igaziba. Kösz! Hű! Micsoda út! Mehet! Óvatosan a tartállyal! Az előbb egy felszínhez közeli peremet láttunk. Ám az áldozatok többsége biztosan a cenote mélyére süllyedt, legalább 36 méterre. Talán annál is mélyebbre. Az az igazán nagy fogás. Oda tartunk. Hű! Mit gondolsz? Nagy élmény volt, az biztos. Ám először meg kell értenem, amit odalenn láttam. Hogy képes egy ennyire kifinomult civilizáció ilyen szörnyű sorsra szállni embertársait? Kutatásokat végeztem az áldozásokkal kapcsolatban. Ilyen szertartások a vészterhes időkre voltak jellemzőek. Szóval válságos időkben több embert áldoztak? Szerintem igen. És az egyik ilyen nagy válság az aszály volt. Új klímakutatások eredményei szerint a 10. században rettenetes aszály sújtotta a maja világot, épp társadalmuk összeomlásának idején. Azt hitték, hogy a vezetőik, a papok eredményesen közben járnak az isteneknél. Ám csalódniuk kellett, és biztos, hogy több szertartást végeztek. Megvan. Ideje a cenote mélyére merülni, és megvizsgálni a maja társadalom összeomlásának valódi hatásait. Speciális képzés kell ahhoz, hogy az ember ilyen mélyre merüljön, úgyhogy most a felszínen maradok. Guillermo, hallasz? Tökéletesen. Csodás, akkor indulás. Napkorongunk, a Sunsphere, a csapat létfontosságú, ám veszélyes tagja. Még a vízben is nagyon meleg, a hőmérséklete a 60 Celsius fokot is elérheti, úgyhogy mindig fennáll a veszélye annak, hogy a gép felrobban. Merülünk lefelé. Végre elérjük egy szent cenote legalját. A búvároknak 30-36 métert is kell merülniük. Odalenn pedig biztosan régészeti kincses bánya vár minket. Wow. Sokkal több csontot látok. Mikor még a napkorom nélkül merültem, nem is tudtam, hogy ennyi emberi maradvány van idelen. Még a fenékre is jutott. Mindenfelé csontokat látni. Az egy koponya? Egy emberi fej? Igen, egy koponya, és vele a teljes csontváz. Csak ennyi maradt a maja isteneknek feláldozott emberekből. Anyák és apák, lányaik és fiaik végezték így. Remek koponya lelet, pompás állapotban van. A Sunsphere segítségével alaposabban megvizsgálhatjuk a csontokat. Tudományos szempontból akár a rendőrök. Kriminalisztikai elemzést végzünk idelen, csak éppen ősrégített helyen. Ám ezek szent áldozatok, és nem érinthetjük meg őket. Oh.
Ott egy koponya. Nagyon fiatal. Talán 10-12 éves gyereké. Vágásnyomokat látok rajta. Biztosan erőszakos ritus során ejtették őket. Hihetetlen. Az. Egyszerűen fantasztikus. Úgy tűnik, hogy ezek főleg fiatal fiúk és lányok maradványai. Ki hitte volna, hogy ártatlan ifjakat áldoztak az esőistennek, Chucknak? Itt van még egy gyerek koponya. Nem lehet tudni, hogy fiúé vagy kislányé. Roppant lenyűgöző. Legfeljebb 8 éves lehetett. Legfeljebb 8 éves? Két kisgyermek apjaként nagyon felkavar ez a dolog. A történészek szerint az istenek a fiatal áldozatokat kedvelték. Főleg Chuck, az esőisten. Az egy emberi állkapocs. Pontosan. Ez egy gyerek karcsontja, újabb csodálatos koponya, újabb gyermekcsont. Bámulatos ez a hely, mert mindenütt csontokat látni. Szóval egy hatalmas temetőben úszkáltok. Pontosan, roppant hatással van ránk ez a hely. Nagyfokú tiszteletet ébreszt bennünk. Igazán bámulatos így módon visszautazni az időben. Noha én felkavarónak tartom az ilyesmit, egy bizonyos felfedezés felvillanyozza a régész Deandát. Igazán bámulatos dolgot láthattunk, egy kisméretű koponyát, egyértelműen egy gyerek koponyáját, és világosan kivehetők voltak a homlok és a halánték környékén ejtett vágások, mintha megskalpolták volna őket. A gyermekek skalpolásából kiderül, hogy a maják a végsőkig elmentek, mivel a pusztító aszály az összeomlás szélére sodort a társadalmukat. Ám a maják még a legvirágzóbb periódusban is rettenetes büntetéssel sújtották az ellenséges foglyokat és városállamok lakóit egyaránt. Hadd mutassak önöknek valamit. Ez egy mérges rája méregtövise. A véráldozat pedig a maja kultúra fontos vonása volt. A tüskén jól látszanak a visszahajló fogacskák. Az istenek kegyét kereső maják ezzel szúrták át az áldozat péniszét. Visszafelé nem lehetett kihúzni, tehát a péniszt teljesen át kellett döfni. Az isteneknek roppant kedves volt a nemi szervből ontott vér, amelyet papírra csöpögtettek, azt pedig elégették, hogy az égiek beszippanthassák az égő vérfüstjét. Ám ma már tudható, hogy a rettenetes aszályok idején az egyszerű vérontás nem volt elég. Ezért a maják egyre több embert áldoztak. És tulajdon gyermekeiket se kímélték. Ám mi a helyzet a 2012. december 21-ére vonatkozó világvége jóslattal? Valóban ne következik? Nos, lehet, hogy a válaszra egy áttörő jelentőségű új kutatásnak köszönhetően a guatemalai dzsungelben leltek rá, ahol egy ősi falba vésett párjel örökre átírhat mindent, amit a 2012. december 21-i világvége jóslatról hittünk. A sűrű guatemalai dzsungelben bősz, bőgő majmok őrzik egy ősi maja város Xultun romjait.
Az évszázadok során újra és újra kifosztották, ám Xultun még mindig rejthet olyan bizonyítékot, amelynek segítségével felfedhető a maják világvége jóslatának valódi jelentése. Nem csupán barlangi búvárkodással tehetünk új felfedezéseket. Van, hogy hagyományos módszerrel kell boldogulnunk. És Bill Saturno pontosan ezt teszi, midőn a fosztogatók vájta, omladozó alagutakban szenzációs felfedezésekre jut. Holom! Egy nagy jádegyöngy. Egy nagyon fontos személy nyakában lehetett. A munka veszélyes. Jól van? Megvan? Megfordultam, és a plafonba vertem a fejem. Onnan meg egy csomó szikla zuhant a tarkomra és a kamerámra. Ám megéri kockáztatni. Saturno csapatának felfedezése új fényt vet a 2012. december 21-ére vonatkozó ellentmondásra. A szoba sarkát áttörve a sírablók felfedték a falakon körbefutó freskó első részét. A kellős közepén a király látható. Királyunk körül pedig egy sor alak látható. Rejtélyes, fekete emberek, akik csupán ágyékkötőt, fekete fejfedőt, a mellükön pedig egy fehér medált viselnek. Saturno meggyőződése szerint az írnokok dolgozó szobáját találta meg, akik a naptárat vezették. Amely szerint a 13. Baktun vége elhozhatja a világ végét. 2012. december 21-én. A freskó megfestése mellett a szobát éveken át használták, és újra átfestették. A többi rész csupán az emberi arcról készített vázlatos ábrázolások sora. Ám a falakra szövegeket is róttak. A teljes keleti falat írás borítja. Számok, számítások és referenciaként használt táblázatok és apró dátumok. A falakra rót apró dátumok létfontosságúak lehetnek a küldetés szempontjából. És itt lehet a legfontosabb rész. Szabad szemmel csak üres falat látni. Ám a fejlett fototechnika dátumokat fed fel. Ezek a dátumok közel 7000 évet ölelnek fel. Jóval túl az állítólagos maja világ végén. Saturno felfedezése szerint a maja időszámítás nem ér véget 2012. december 21-én. Elvégre, kit érdekelnének a világ végét követő dátumok? A maja időszámítás ciklusai a végtelen jövőbe terjednek, ahol a múlt a jövőbe olvad, mi pedig élünk, meghalunk, majd új életre kelünk, folyton újraélve a ciklusokat. Egy ciklus se ér véget, hiszen épp ez a lényegük. A maják pedig pontosan így értelmezték az idő fogalmát. Saturno szerint a naptár nem egy katasztrófáig számlál vissza, inkább olyan, mint egy kocsi kilométer órája. Biztosra vesszük, hogy ha a kocsink lefutja a 100 000 kilométert, és az utolsó számjegy lepergése után az óra lenullázza magát, attól a kocsink még nem tűnik el. Nagy megkönnyebbülés, hogy az élet a szokott mederben folyik majd tovább. Legalábbis karácsonyig. Ám látogatásom a Cenotéban egy dologra megtanítottak. Ha a maják nem is jósolták meg a világ vége pontos dátumát, ami velük történt, velünk is megesett. És egy globális társadalomban ez mindannyiunkat érint majd. És még valami. Ha hozzám hasonlóan önöket is aggasztja a világ vége, ha önöket is gyötri az érzés, hogy valami nincs rendjén, akkor nincsenek egyedül. A maják örökségéből pedig még mindig sokat tanulhatunk. A magyar változat munkatársai: Galberis Tomasz, Salamon Sándor, Férentájl Bernadett, Csénémet Bálint, Masol Ildikó, Berzsenyi Zoltán, Kogzita.
A magyar változatot a National Geographic Channel megbízásából a Masterfilm Digital készítette.